Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mai rendezvényen a korábbiakhoz hasonlóan különböző aspektusokból nézzük meg, hogy amikor biztonságban szeretnénk érezni magunkat, cégünket, rendszereinket, akkor mire is érdemes figyelni. De ez, hogy most mikor biztonságos valami, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert tele vagyunk fenyegetésekkel, amik körülvesznek bennünket, és ugye nagyon sokszor ezek a fenyegetések olyanok, amire korábban még nem volt példa, nem számíthattunk, tehát teljesen új dolgok is, új támadások is érhetnek bennünket. A mai alkalommal meg fogjuk nézni a rendezvényen különböző előadóktársak segítségével, hogy bár próbálunk alaposan körülnézni házunk táján, vizsgálatokkal, elemzésekkel, hogy tényleg biztonságos-e az a rendszer, az a környezet, amiben működünk, de igazából ez mennyire nyugtathat meg bennünket, mennyire tehet biztonságos érzést a lelkünk mélyére. Továbbá fogunk azzal foglalkozni, olyan kérdésekkel is fognak találkozni, amely kicsit a környezetünket, a hálózatunkat, tehát a külvilágtól való, külvilággal való kapcsolatunk biztonságával foglalkozik, és ennek bizonyos részeire fog rámutatni. Továbbá a nap, a program vége fele a fizikai biztonság és az IT kapcsolatát fogja Sándor egy érdekes aspektusból egy előadás keretében megvilágítani. És mindezek az előadások ugye valamennyire hozzájárulnak ahhoz, hogy picit képet nyerjünk, hogy igazából mennyire lehetünk nyugodtak. Mi is kell ahhoz, hogy nyugodtak legyünk, amikor IT biztonságról beszélünk, és mi is ennek a nyugalomnak az ára. És akkor szeretném egy pár gondolatban megosztani önökkel, hogy IT vezetőként én milyen kérdésekkel találkozok, amiről úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelnünk. Ez nem lesz egy teljes körű lista, tehát ne várjanak tőlem egy teljes körű forgatókönyvet, amit lehet checklistként pipálni, de azt gondolom, hogy lehet hasznos gondolatokat találni benne. Aki ismer engem régebb óta, tudja, hogy szeretem a filmeket, ezért a mai előadáshoz filmekből vettem illusztrációt, hogy picit meg is nézzük, hogy ennek a nyugalomnak mi is az ára. A nyugalomnak ugye az egyik oldalon lehet az ára nagyon sok-sok pénz, vagy mi az ára, mi a következménye, akkor lehet az infarktus is a sornak a másik végén, de ezt a részt is szeretnénk elkerülni. Nem tudom, hogy mennyire, vagy van-e, aki fölismeri, hogy melyik filmből van ez a részlet. Ez egy 1953 körül készült, ez a Félelem bére című film, ami tulajdonképpen ugye egy ilyen közép-amerikai kisvárosban játszódik, ahol ott egy elég vegetáló élet van, és megjön a nagy lehetőség, ami a kiugrást biztosítja ott a helyieknek. Jön egy olyan feladat, hogy két teherautónyi nitroglicerint kell elszállítani A pontból B pontba. Tehát igazából a film az arról szól, hogy ez a félelem bére, amit ők ott ezért a munkáért meg tudnak kapni, de igazából ez egy kockázatvállalás, ez a kockázatnak az ára, a kockázatvállalásnak az ára. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a biztonsági aspektusnak egy ilyen nézőpontja érvényesült már ott is, hiszen aki ott elvállalta ezt a fuvart mögött, a háta mögött, nem tudom hány tonnányi nitroglicerinnel, az bizony nagyon komoly kockázatot vállalt, ezt kellett mérlegelniük, és a filmben nem kevés nehézséget kell leküzdeniük, nem árulom el a végét, nem vidám a történet, mint ahogy az IT biztonság környékén sem mindig vidám történetek vannak, tehát ami kockázatról beszélünk. Amikor picit meg akarjuk nézni, hogy mire is érdemes figyelnünk, mi az a környezet, ami körülvesz bennünket a cégünknél, a mindennapi életünkben, akkor
körbevástyázhatjuk magunkat technológiával, jobbnál jobb megoldásokkal, de igazából nem szabad szem előtt téveszteni, hogy mindig van egy leggyengébb láncszem. A leggyengébb láncszemre érdemes fókuszálni, mert ugye az határozza meg a rendszerünk biztonságának az erejét is. És ugye leggyakrabban azt szokták mondani, hogy a leggyengébb láncszem az ember a rendszerünkben, és hogyha picit körültekintünk a mai világban, ugye miről olvasunk? Egyre több információ generálódik, születik a környező világunkban. Ugye itt van az IoT, mint technológia, egyre több intelligens berendezés épül be a mindennapi életünkbe, ami adatokat, tehát információt gyűjt és tud továbbítani, amit fel kell dolgozni. Egyre több elemző megoldás kell ahhoz, hogy ezeket feldolgozzuk, hogy ezekből a megfelelő következtetéseket levonjuk, ami azt is jelenti, hogy egyre több összekapcsolt eszközzel kell foglalkoznunk, aminek egy része úgymond a kerítésünkön belül van, de egy része kerítésen kívül van, és ugye mindig az izgalmas kérdés a védelem szempontjából, hogy mennyire stabil, mennyire erős ez a kerítés, vannak-e rajta lyukak, vagy egyáltalán folytonos-e ez a kerítés, és mennyire valósítható meg egy magas szintű, magas fokú biztonság a mai világban. Ahhoz, hogy erre kellő figyelmet fókuszáljunk, kellő figyelmet fordítsunk, nem szabad figyelmen kívül hagyni, véleményem szerint, hogy a leggyengébb láncszem a mai nap, vagy a mai világunkban az ember. És a biztonságnak a tudatosság oldala az, amiből soha nem elég. Az újabb és újabb megoldások, a technológiai szállítók, az üzleti oldal, ugye más sem sugározt felénk, hogy vegyél. Újabb megoldásokat, újabb eszközöket, újabb kütyüket. Tehát a technológiai fejlődésnek van egy ilyen szélszes oldala, aki eladni akar, eladni minden áron, azért, hogy még jobb piaci pozíciót érjen el, még jobb árfolyamot érjen el a tőzsdén, még jobb üzleti eredményt érjen el. És ugye igazából azért abban nem érdekeltek, hogy a megoldásaiknak a hiányosságaira rámutassanak, ezeknek az árnyoldalait bemutassák. Tehát benne vagyunk egy ilyen impulzusban, ami a sajtóból, médiából, környező világból, partnercégektől ér bennünket, tehát vegyél. És ne is fakadj foglalkozni a biztonsággal. Tehát legalábbis megpróbálnak olyan méretű információval elárasztani bennünket az új termékekről, új megoldásokról, hogy már lassan nem is jut kapacitásunk arra, hogy ezzel foglalkozzunk. De ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. És azt gondolom, hogy a biztonság, tudatosság az egy olyan dolog, amit folyamatosan fejleszteni kell. Nemrég olvastam egy blogban arról, hogy néhány évvel ezelőtt egyik minisztérium honlapját hogyan törték föl, és hogy meg rendszerét hogyan támadták, hogyan törték föl, és meglepően egyszerű, hétköznapi módszerek voltak benne. Tehát ez egy gov.hu domén betartozó oldal volt, amiről szólt ez az írás, és a trükknek, vagy a támadásnak az egyik eleme az volt, hogy a gov.hu helyett a G betűt kicserítek egy kis Q betűre. Ami ugye rátszólag nagyon hasonlít. Nem is gondolnánk, hogy mennyire hasonlít, és amikor felszínesen vizsgáljuk a dolgokat, egész egyszerűen átsiklunk fölötte. És egy ilyen apró trükkre lehetett fölépíteni egy komoly támadást. Úgyhogy azt gondolom, hogy a biztonság, tudatosság fejlesztése szempontjából nagyon fontos az, hogy tanuljunk, és tanuljunk a példákból. Levonjuk a tapasztalatokat, levonjuk a következtetéseket, és ugye szokták azt mondani, hogy más kárán tanul az okos, és hát igazából törekedjünk arra, hogy ne a saját kárunkon kelljen tanulni. Következő, amire érdemes szerintem odafigyelni a mai világunkban, hogy ugye ezek az incidensek, ezek folyamatosan érnek bennünket, akkor is, hogyha észrevesszük, akkor is, hogyha nem.
Vagyis ki kell alakítani azokat a védelmi megoldásainkat a cégeken belül, ahol egyrészt észlelni tudjuk ezeket az incidenseket, tehát megfelelő monitoring megoldásokat tudunk bevezetni. Észleljük azt, hogy egyáltalán most valahol valami támadási kísérlet folyik ellenünk egyik oldalról. Másrészt tudjuk tesztelni és tudjuk vizsgálni azt, hogy a rendszereinknek milyen a sérülékenysége. Tehát ki kell alakítanunk az incidensek és az azokra adható gyors válaszoknak a rendszerét, hogy ezt rendszerként tudjuk kezelni. Ugye ez attól fog működni, hogy egyrészt kialakítunk ilyen megoldásokat, de ezek önmagukban nem fognak működni. Emellé még szükséges az, hogy ezeknek a működtetéséhez, alkalmazásához kialakítsuk a saját magunk folyamatait, amikkel ezeket a védelmi monitoring incidens észlelő megoldásokat beillesztjük egy rendszerbe. Nagyon fontos, hogy ezekhez a megoldásokhoz ne csak a folyamatokat alakítsuk ki, hanem akik ebben részt vesznek, azok ismerjék, tudják, hogy mi a dolgok, tudják, hogy mi a feladatuk, tudják használni ezeket az eszközöket. Tehát legyen meg a megfelelő képzés, sőt, nem csak a képzés, hanem ezeknek egy folyamatos szinten tartása és fejlesztése. És nagyon fontos, hogy a felhasználóink részére is megfelelően érthető esettanulmányokon keresztül tartsuk életben az ő éberségüket, és ne hagyjuk, hogy a színes szagos sales ajánlatok elaltassák a figyelmet. Ugyanis a biztonságot ugye mindig a leggyengébb láncszem oldaláról lehet a legkönnyebben megsérteni vagy támadni, és ebben a felhasználó bizony élen jár. Amire érdemes figyelnünk még, ugye a felhasználó kezében ott vannak azok az eszközök, amihez kéri a legújabbat, legmodernebbet, számítógép, notebook, tablet, mobiltelefon, mindenhez hozzá akar férni, távolról, kívülről, belülről, és tulajdonképpen az az elvárás alakult ki, hogy ezeket az igényeket szinte azonnal, zéró időn belül elégítsük ki, és felhasználót nagyon sokszor nem is érdekli az IT-biztonság. Ő azt mondja, hogy ő dolgozni akar, és neki ez a munkájához szükséges. Ezekkel az eszközökkel, amiket ugye mi odaadunk a felhasználónak, ezzel ugye egy picit kikerül a látókörünkből az informatikai eszközparkunknak egy része. Viszont mivel kikerül valamennyire a látókörünkből, ezért nagyon fontos, hogy ott olyan kontrollokat alakítsunk ki, amik biztosítják azért azt, hogy rajta tudjuk tartani kellően észrevétlenül a szemünket. Most ez alatt azt értem, hogy a kontrollt meg tudjuk tartani. Ehhez megint az is szükséges, hogy amikor biztonságról beszélek, és egy új eszközt hozok be az infrastruktúrámba, egy új üzleti rendszert vezetek be a céges működésbe, akkor már a tervezéskor gondolni kell a biztonsági aspektusokra. Találkoztam olyan rendszerfejlesztéssel, ahol az volt az üzleti elvárás, hogy extrém rövid idő alatt legyen készen egy új üzleti folyamatnak a támogatására az alkalmazás. Az extrém rövid idő alatt az az észszerűnek mondjuk az 1/5. Tehát amikor egy fejlesztőnek megmondtam, hogy ez a feladat, itt a specifikáció, akkor azt mondta rá, hogy jó, ez 8-10 hónap munka, és akkor üzlet is mondta rá, hogy igen, 2 hónapon belül működnie kell, és így jól elbeszélgettünk egymással, és ugye ilyenkor mit lehet csinálni? Az ember vagy elkezdi szeletelni a feladatot, hogy akkor ilyen kisebb részfeladatokra bontom, aztán valamivel így részenként megpróbálom kielégíteni az üzleti igényeket, de ennek mindig az a hátulütője, hogy bizonyos dolgok elmaradnak. És a security, a biztonsági kérdések, azok ennek a sornak a végén szoktak lenni. Tehát úgy előfordulhatna, hogyha nem figyelünk oda, hogy elmarad. És akkor ilyenkor szokott jönni az, hogy hú, hát nézzük meg, hogy azért biztonságos ez a rendszer. Essünk neki egy sérülékenység vizsgálattal, teszteljük. És akkor ilyenkor szépen szoktak hasalni ezek a rendszerek a sérülékenységi vizsgálatokon, már teszteken. Ilyenkor mehetünk vissza a fejlesztő, hogy a kedves fejlesztő, hát itt, meg itt, ilyen pontokon bukott meg a rendszer a biztonsági tesztem,
ő meg széttárja a kezét, hogy hát jó, de hát ebbe az időbe ez fért bele, ezt kértétek tőlünk, és mivel nem alakult ki az, hogy a tervezési folyamatnak a része minden egyes lépésben a biztonságnak a megteremtése és fenntartása, ezért ez az egész IT biztonsága az elmaradó részek közé került, és ilyenkor utólag nagy meglepetések érhetnek bennünket. Ugye azzal is számolni kell, hogy egyrészt a felhasználók is, meg a fejlesztők is, és nem bántani akarom őket, de kényelmesek. Fejlesztők is szeretik azt, hogyha minél kevesebb akadályon keresztül tudnak hozzáférni egy rendszerhez, hogyha később hozzá kell nyúlni. Nem szeretik annyira ledokumentálni a rendszereiket, amennyire elvárható lenne. És az, hogy milyen egyéb kiskapuk rések maradhatnak egy újonnan lefejlesztett rendszerbe, ezt bizony azért fontos ellenőrizni, mert mondom, én találkoztam kényelmes fejlesztőkkel, aki nem feltétlenül árulja el, hogy milyen kiskapukat hagyott benne a rendszerbe, és hogyha ezt nem vetjük alá megfelelő sérülékenységvizsgálatnak, kódellenőrzésnek, akkor ezek benne fognak maradni. Amiről beszéltem még, hogy ugye kialakítjuk a cégeken belül a rendszereinket, aminek van valahol egy határvonala. Ugye az, hogy cégen belül hogyan történik az információknak az áramlása, adatoknak az áramlása, ugye ez ugye a hálózaton keresztül, ami vagy vezetékes, vagy vezeték nélküli, de megfelelő szintű kontrollt kell gyakorolni azon, hogy tudjuk, hogy mikor mi történik, tudjuk, hogy hol vannak a rendszereinknek a határai, mik azok a pontok, ahonnan akár belülről, akár kívülről számíthatunk fenyegetésekre. És ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy honnan lehet fenyegetésre számítani. Ha visszagondolnak az elmúlt 15 év mondjuk terror eseményeire, ott régebben repülőgép eltérítésnél mire készültek, ne vigyen föl fegyvert, aztán ne vigyen föl kést az utas, utána már körömvágó ollót se vigyen föl, meg ceruzát se vigyen föl, és akkor 2001. szeptember 11-ben mi történt? Egész egyszerűen a repülőgépet alakították át a terroristák fegyverré, tehát nem fegyvert kellett fölvinni, hanem maga a rendszer vált fegyverré. Vagy mint amint az elmúlt néhány évben történt Nizzába, más nyugat-európai országokba, amikor fegyver nélkül tulajdonképpen egy hétköznapi használati eszközből csináltak fegyvert, amikor ugye kamionnal, teherautóval hajtottak emberek közé. És ugye ez mind arról szól, hogy tehát ugye a támadó előnyben van. Ő hosszú ideig tud agyalni azon, hosszú ideje van arra, hogy kellően kigondolja azt, hogy milyen módon fog bennünket támadni. Nehezebb pozícióban van az, aki védekezik. Mert ő egy előre nem feltétlenül észlelhető és látható támadási módszerre kell, hogy felkészüljön, és arra kell gyorsan reagálnia. És ugye ehhez kell ahhoz, hogy megfelelő kontrollokat kialakítsuk, és megfelelő védelmet kialakítsuk a hálózatunk határainál. Nehezebb a kérdés abban a környezetben, ami felé most haladunk. Ugye az elmúlt évtizedben a technológia megoldások fejlődése, az erőforrás használatnak az optimalizálása előtérbe helyezte a felhő alkalmazásokat. Ugye nagyon sokáig éveken keresztül voltak viták rendezvényeken a felhők biztonságával kapcsolatban, és nekem az volt a benyomásom, hogy szakemberek elbeszéltek egymás mellett. Mert volt, aki a biztonság alatt a fizikai jellegű biztonságot értette, és ez alatt a rendelkezésre állást értette, tehát hogyha ott lesz felhőbe elhelyezek adatokat, rendszereket, megoldásokat, akkor el fogom-e vajon érni, vagy nem fogom elérni. Másik oldalról szakemberek más része, meg az egésznek egy megbízhatóság és egy bizalom oldalról megközelített nézetét kifogásolta vagy kritizálta. Tehát ugye a felhő technológia az alapvetően egy bizalmi kérdés.
Itt most alapvetően a publikus felhőszolgáltatásokra gondolok, nem a privát felhőre, mert ugye a publikus felhőszolgáltatónál én gyakorlatilag megállapodok egy szolgáltatóval, és elfogadom azt, hogy higgyem el, hogy rendben lesz. Ugye a hagyományos vállalati környezetben látom a kerítést, látom a határokat, tudom, hogy hova milyen tűzfalakat helyezek, hova milyen hálózati eszközöket helyezek, tehát gyakorlatilag kézben van a kontroll. A felhő technológiánál ezt a kontrollt egy bizalom kell, hogy fölváltsa, amit megfelelő szerződéses feltételekkel kell, hogy körülbástyázzunk. Tehát igazából, amikor egy felhőtechnológiába mozdul el egy cégnek az informatikája, akkor nagyon erősen át kell helyezni a hangsúlyt ennek a bizalomnak a szerződéses körbe bástyázására. Kártérítés, mozgathatóság, adatok hozzáférése, hogyan tudok visszajönni, hogyha mégis vissza kell jönnöm a felhőből, és így tovább. De a felhőknél kevésbé a rendelkezésre állás már a kérdés, hanem a mennyire bízok meg benne, és hogyan tudom, mennyire lesz szabad kontrollom az ott elhelyezett adatokon. Ugyanis erre voltak ugye negatív példák is, nem a nagy felhőszolgáltatóknál, hanem a kicsiknél. Ugye itt is kialakult egy ilyen másodlagos szolgáltatói piac, hogy voltak olyan szolgáltatók, akik egy ilyen infrastruktúrát kínáltak szolgáltatásként, azt mit tudom, egy kis fejlesztő cég kifejlesztett valami felhő alapú alkalmazást, ő bérel mástól egy IaaS típusú szolgáltatást, de ő már az egész szolgáltatását felhőként értékesíti, és látszik, hogy egy ilyen szállítói, alvállalkozói, beszállítói kapcsolatrendszer van az egész ügylet mögött, amivel nem mindig vagyunk tisztában, nem mindig látjuk, hogy mi is az egésznek a háttere, és bizony, hogyha a kis cég, mint gyenge pont ebben bedől, üzletileg nem lesz sikeres a vállalkozása, akkor komoly gondba kerülhetünk. De ez a kicsi szolgáltatókra vonatkozik, és voltak ilyen esetek az elmúlt 5-8 évben Európában, ahol egyik napról a másikra tűnt el egy felhőszolgáltató az étterben, és ott bizony, hogy akkor lehetett futni az adatok után. A következő dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor a cégben élünk, ez a Szomszéd című film, nem tudom, ki látta a filmet, vagy ki nem, elég érdekes, ajánlom, aki nem látta, nézze meg, nagyon érdekes a vége, érdekes, izgalmas, nem is tudom, hogy ez most akciófilmnek vagy kriminek mondható, de ők voltak a szomszédok a Szomszéd című filmben, akik először ugye oda költöztek egy családi házas környezetbe, és akkor a főhősben kezdett ilyen gyanú ébredni, hogy mintha nem lenne minden rendben a szomszédokkal, néha ellentmondásba keveredtek egy-két dologgal, és akkor kezdett egy ilyen nagy összeesküvés elmélet kibontakozni, amiből a végén egy ilyen nagyon pergő akciófilm jellegű történet lett. Azért tettem ide ezt a képet, mert igazából a céges működésünkben mi számos partnerrel kell, hogy együttműködjünk. Beszállítókra gondolok, fejlesztőkre, támogatást, szapportot nyújtó cégekre. A elmúlt 20 éves IT-vezetői pályám során egyszer dolgoztam, szerencsére kellően rövid ideig, egy cégnél, ahol, mikor oda mentem, oda hívtak, hogy hát itt az IT-nél rendbe kéne tenni egy-két dolgot, és akkor ilyen egész meglepő dolgokkal szembesültem. Egyik első az volt, mondták, itt nagyon fontos üzleti rendszerek fejlesztése történik, külső fejlesztők nagyon-nagyon kritikus fejlesztéseket csinálnak, minden támogatást meg kell adni nekik, nem szabad korlátozni őket. És akkor amikor odaérkeztem a céghez, itt a viszonylag rövid áttekintés után sikerült észlelni, hogy hát igen, a cégnek ugyan van tűzfalas védelme, de azért ott azon a ilyen fix IP címes nyitott átjárások vannak a külső fejlesztők részére, hogy ne zavarjuk már őket, hogy hadd fejleszten a belső hálózatban, amikor szeretne. Aztán utána azt is sikerült észlelni, hogy
Hát doménadminisztrátori jogokkal rendelkeztek a céges hálózaton belül, mert hát mi van akkor, hogyha éppen a munkaidőn kívül kellene valamelyik szerver, szoftveren vagy az adatbázis szerveren valamit telepíteni, és hozzá kell nyúlni. Ne korlátozzuk már őket. És gyakorlatilag azt vettük észre, hogy full kontrollja volt a külsőknek a belső rendszeren, akkor jöttek, mentek, amikor akartak, azt csináltak a rendszerekkel, amit akartak, és akkor de próbáltam ezeket úgy kicsit visszanyírbálni, és hát az üzleti oldal erre nem volt vevő, mert hát nem korlátozhatjuk, hogy itt az üzleti fejlesztések akadályt szenvedjenek. És persze volt is olyan probléma, hogy egyik reggel bejöttünk dolgozni, és a kulcsrendszere nem működött a cégnek, akkor ugye ilyenkor rögtön az IT-vezetőt veszik elő, hogy azonnal gyorsan oldjuk meg, és vizsgáljuk meg, és nézzük meg, hogy mi történt. Hát persze természetesen kiderült, hogy előző este a fejlesztő távolról egy új csomagot betöltött az éles rendszerbe, nem volt rendesen kitesztelve, ezért úgy leült a rendszer, ahogy kellett. És akkor, mivel végül is a cégmenedzsment nem igazán volt fogékony arra, hogy ezeket a IT-s kontrollokat erősítsük, hát el is váltak útjaink, mert mondtam annak, hogy nincs értelme, hogy így egymást hergeljük csak, és egymást stresszeljük. Tehát nagyon fontos megnéznünk azt, hogy a külső partnereink mihez férnek hozzá, milyen jogosultságokkal bírnak, akár mondom support tevékenységnél beengedjük őket, megfelel-e a jelszó policyjuk a mi jelszavainknak, megfelel-e az azonosítási rendszerük, naplózott-e, hogy ők mikor, hogyan mozognak, mennyire gyakoroljuk azt a kontrollt, hogy ők a partnerünkként tulajdonképpen nekünk segítenek, vagy helyettünk végeznek el feladatot, de ezt a kontrollt, ezt nekünk kell gyakorolni, hiszen a felelősség a mi vállunkon van. Ezt a felelősséget nem fogják átvállalni. És végül arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ugye a cégnek az egyik legfőbb kincse, a korona ékszere, az adat, ami a rendszerekben ott van, eltároltuk, a folyamatokhoz szükségesek. Ugye szokták is azt mondani, hogy az információ hatalom. Tehát tudnunk kell azt, hogy milyen adataink vannak, azokat ki kezeli, milyen módon, ki fér hozzá. Ugye erre megint megvannak az IT-biztonság témaköréhez tartozó, tehát adatok biztonsági osztályba sorolása, és így tovább. Ugye itt van a nyakunkon az új EU-s adatvédelmi rendelet, a GDPR, ami egy kicsit megint igazít ezen a kérdésen. Újabb feltételeket kell biztosítanunk, amik miatt hozzá kell nyúlnunk majd rendszerekhez, folyamatokat kell kialakítanunk, kontrollokat kell kialakítanunk. De fontos az, IT-vezetőként tisztában legyünk, hogy milyen adataink vannak, és azokhoz ki fér hozzá, milyen célból és azokkal mi történik. Főleg akkor, hogyha még belső felhasználóinknál olyanokkal is kell számolni, hogy egyes kollégák, ha elmennek, ők lehet, hogy pár hónapon belül a konkurensnél fognak elhelyezkedni, és lehet, hogy azokat az adatokat ők már a cég ellen. Most üzleti versenyre gondoltam, tehát egy üzleti versenyszituációban a cég ellen fogják használni. Tehát fontos, hogy ezeknek az adatoknak a védelmét, titkosítását, hozzáférés kontrollját megoldjuk. És ez az a néhány gondolat, amit szerettem volna megosztani önöknek, hogy IT-vezetőként mik azok a dolgok, amikre érdemes mindenképpen odafigyelni. És köszönöm szépen a figyelmet, és még egy kerekasztal beszélgetésen fogunk találkozni.